Dicsértessék a Jézus Krisztust! Mindörökké, amen! Áldás, békesség! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm az emlékező gyülekezetet. Kezdjük a megemlékezésünket evangélikus énekeskönyvünk 191-es számú énekével. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Uram, haragodban ne fenyíts meg engem, felindulásodban ne ostorozz engem. Könyörülj rajtam, Uram, mert elcsüggettem. Gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek csontjaim. Fordulj felém, Uram, ments meg lelkemet, segíts meg engem a Te irgalmadért. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amelyet a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak rómabeliekhez írott levelében, az 5. fejezet 5. versében a következőképpen. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, minden évben eljön a nap, amikor az elmúlás gondolata és a halál fájdalmas valósága kiemelt figyelmet kap. Szeretteink hiánya még erősebbnek, gyászunk még nehezebbnek tűnik ilyenkor. Hozzátartozóink sírjához látogatva visszaidézzük a közös múltat, a felejthetetlen pillanatokat,
gyertyát gyújtunk, koszorút viszünk, imádkozunk, és mégis olyan nagy a csend. Minden szentekkor megtelnek a temetők, az élők a holtakat látogatják, de volt egy nap, amikor a holt látogatta meg az élőket, volt egy ember, ami áldott megváltónk, Jézus Krisztus, aki 2000 évvel ezelőtt visszajött a sírból, és azóta is él. Ő megtörte a halál erejét, feltámadott, hogy aki hisz ő benne, annak a síron túl is örök élete legyen. Ez az evangélium szíve, a Biblia központi üzenete, keresztény hitünk alapja. Ez a mi biztos reménységünk. Lehet reménységünk, és kell is, hogy azzá legyen. Jézus, ami halottak miatti bánatunkat, hatalmas remény üzenetével vigasztalja, és ezt közvetíti felénk. Én vagyok az élő, pedig halott voltam, és íme élek. Örökkön örökké, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Az apostol tanítása szerint a reménység meg nem szégyenít. Akár milyen fájdalmas is elbúcsúzni szeretteinktől, és nélkülük folytatni a mindennapokat, mindenkit bátorítok és vigasztalok azzal, hogy van reménységünk. Van reménységünk afelől, hogy csupán előre mentek, hazatértek, és várnak ránk. Akármilyen félelmetes is a halál gondolata, nem kell félnünk az elmúlástól, mert ha Krisztusba vetjük a bizalmunkat, örökké fogunk élni. Testvéreim, Isten igéje arra hív bennünket, hogy ne úgy éljük tovább életünk napjait, mint akinek nincs reménysége, ne adjunk helyt kesergésnek, hiszen Isten a legnagyobb vigasztalást kínálja nekünk az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban és megváltónkban. Ha valaki, akkor éppen Jézus tudja, hogy mit jelent embernek lenni. Ismeri a gyász fájdalmát, szeretett barátja Lázár sírjánál ő is könnyeket hullatott, velünk is együtt érez, megérti fájdalmainkat, szeretteink elvesztése felett érzett minden szomorúságunkat, de a halál miatti könnyeket a halhatatlan élet vigaszával törli le. Keresztényként merjünk abban a reménységben megkapaszkodni, hogy az életet nem lehet koporsókba zárni, és hogy a fizikai halál nem a vég, csak egy küszöb az örökké valóságba. Maga az Úr Jézus mondja János evangéliumában, bizony, bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Kedves testvérek, ne hagyjuk, hogy ez a felgyorsult világ elfordítsa figyelmünket a legfontosabbról. Fordítsuk tekintetünket és bizalmunkat az egy élő Úrra. Nyugodtan merjük felvállalni a belé vetett reménységünket. Azt írja a Szentírás a példabeszédekben, legyen az Úrban a te bizodalmad, vagy a Zsoltáros szavaival, hagyd az Úrra a te utadat, és bízzál benne, mert ő munkálkodik. Őszintén kívánom mindenkinek, hogy bízzon a feltámadott élő Úrban, akitől a vigasztalásunk van. Tudom, hogy ez nem megy mindig könnyen. Tudom, hogy jöhetnek próbák, nehézségek és kísértések. Bizony, ha Isten nélkül éljük a napjainkat, akkor hamar feltör a kétségbeesés, és talán hiába valóságnak érezzük fáradozásunkat. Isten azonban nem hagy bennünket kétségek között, bizonyságot tesz szeretetéről, mégpedig, hogy az ő fiában örök életet adott számunkra. Isten szent lelke meg tud világítani bennünket, és át tudja vizsgálni a szívünket, hogy ott van-e a szívünkben ez a döntő kérdés, mert ez a legdöntőbb kérdés, hogy aki a fiú, azé az élet. Akiben megvan az Isten fia, abban megvan az élet, és akiben nincs meg Isten fia, nincs benne élet, üres lesz az élete. Ne engedjük, hogy így legyen, kapaszkodjunk bele abba a drága reménységbe, amelyet a mi Urunk kínál,
megváltásunk szent titkában. A keresztény hit a legerősebb alapokon áll, mert még a halál sem rendítheti meg. Jézus legyőzte értünk a halált, hogy nekünk örök életünk legyen. A feltámadott és élő Úrral van számunkra jövő, van biztos célja az életünknek, vele mindig van tovább. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk téged, hogy az örök élet reménységével ajándékoztál meg minket. Erősíts kegyelmeddel, hogy az elmúlás láttán is megálljunk abban a bizonyosságban, hogy sem élet, sem halál el nem választhat a te szeretetettől. Óvj meg attól, hogy zúgolódjunk bölcs végzésed ellen. Taníts igazi hálára, hogy megköszönjük mindazt a jót és örömöt, amit előrement testvéreink által adtál nekünk. Engedd, hogy egész eddigi életünket, közös örömünket, bánatunkat és vétkeinket a te kegyelmedbe tegyük le. Vezess minket a te utadon, hogy hűségesen töltsük be hivatásunkat, egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt az Úr Jézus Krisztusért, akinek nevében és tanítása szerint együtt így szólítunk meg. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kegyelem, néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, énekeljünk egy szép éneket, református énekeskönyvben megtalálható, a 449. énekünknek mindhárom versét, Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Nálad nélkül nem is élek.
Krisztus vigasságom. Emlékező testvéreim, Istenünk igéjét olvasom közöttetek János evangéliuma 14. részének első verséből, amikor azt mondja az Úr Jézus Krisztus, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Amen. Én is szeretettel köszöntöm az itt megjelent testvéreket, különösképpen is azokért imádkozunk, akik talán ebben az esztendőben, vagy nem olyan rég vesztették el szerettüket. Ilyenkor a gyász még egészen eleven a szívünkben fájó emlékekként tornyosulnak elénk, de amikor Isten igéjére figyelünk, a legjobbat cselekesszük önmagunkkal is, mert az élet szavával erősítjük a szívünket, lelkünket. Amikor valaki veszteséget szenved, vagy szerettét veszíti el, szokták volt mondani neki azt, hogy majd az idő begyógyítja a sebeket. Az idő előre haladtával könnyebb lesz a gyászterhe is. Ám hívő emberként az mindannyiunknak a tapasztalata, hogy a gyász folyamatának a gyógyulása mindenképpen az Istennel való közösségünknek a függvénye. Ennek a függvényében a vigasztalódásnak is vannak fokozatai, és ezt nagyon jól kiolvashatjuk a fenti ígéből is. Mert azt mondja Jézus Krisztus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ha csak eddig hallgatjuk ezt a mondatot, akkor ez nagyon hasonlít a mi emberi jókívánságainkra. Amikor bajban vagyunk, vagy a tehetetlenségünket érezzük, akkor mi is szoktuk egymást is és önmagunkat is úgy vigasztalni, hogy majd jobb lesz, majd csak jobb lesz, majd lesz valahogy. Ám ebben a fajta vigasztalásban ott van teljes mértékben a reménytelenség. Mert nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, nem tudjuk azt, hogy mi lesz velünk a jövendőben. Ám ne felejtsük el, hogy aki ezt mondja, hiszen az ő szavát olvastuk, az nem más, mint az élő Jézus Krisztus, aki ma is él. És ma is ő nevébe gyűltünk össze, katolikusok, evangélikusok, reformátusok, más keresztény felekezethez tartozók, azért, hogy Jézus Krisztusra, a mi megváltónkra, egyedül üdvözítő Urunkra figyeljünk, mert ő az, aki egyedül tud vigasztalást nyújtani számunkra. Igen, ha nem Jézus szavára hallgatnánk, akkor maradna mindenkor a nyugtalanság érzése, a lélek szorongása, a hiánynak a borzasztó mértéke, a veszteség élmény, ahogy ezt a lélektan is nevezi, és maradna mindenkor a vágy a nyugalom iránt. Talán nem is véletlen az, hogy ilyenkor a temetőben, amikor meglátogatjuk, felkeressük elhunyt szeretteink sírját, pontosan erre van leginkább szükségünk, hogy ez a fajta békesség jelen legyen az életünkben. Amikor Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, akkor ő a legjobbat adja nekünk, hiszen ő tud egyedül békességet teremteni a szívünkben úgy, hogy azt mondja, higgyetek Istenben. Azaz, ne csak azzal foglalkozz, amit ez a látható világ kínál számodra. Ne csak azt lásd meg, amit az érzékszerveiddel fel tudsz fogni, hanem gyere, jöjj az Isten végtelen világába, az ő erejével megnyílik a szemed, és meglátod az igazi reménységet. Ez a vigasztalódásnak a következő lépése, egy magasabb fokozata, amikor meglátjuk azt, hogy Jézusnál több az élet, és ennek az örök életnek én magam is, bűneim, gyarlóságaim ellenére is részesen lehetek, mert Jézus meghalt a mi bűneinkért, és harmadnapra feltámadott. Ezt jelenti a hívő embernek, a keresztény embernek
a világ nézete, hogy nem csak horizontálisan tudja szemlélni a dolgokat, hanem vertikálisan is, lentről felfelé tud tekinteni, mert az Isten lehajolt hozzánk egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Valahogy úgy vagyunk, mint amit a nagy egyházatya Augustinus is vallott, nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Jézus Krisztus ma is ezt a békességet kínálja nekünk, amikor azt mondja, higgyetek Istenben. A hit legmélyebb megélése az, amikor magával a feltámadott élő Jézus Krisztussal találkozunk. Ezt nevezzük húsvéti hitnek, és ez a Jézussal való személyes találkozásból táplálkozik, ahogy ezt megfigyelhetjük több bibliai személynél is. A hit elvezet bennünket a teljes megvigasztalódás állapotába, amikor már nem veszteség élményről gondolkodunk, hanem pont az ellenkezőjéről beszélhetünk, ahogy ezt Pál apostol is megvallotta, mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Kedves gyászoló testvéreim, Jézus személyesen hozzánk intézett szavával engedjük közelebb magunkhoz az ő személyét, az ő vigasztalását, és adjon ő maga az élő Úr teljes megnyugvást nekünk, és teljes békességet. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, tehát higgyetek Istenben, és higgyetek az élő Jézus Krisztusban. Amen. Tiszteltes Úr arra utalt, hogy higgyünk az élő Istenben, ezért most valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival, közös hitvallásunkkal. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki felhagyott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megveszítették, meghalt és eltemették, leszállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül az mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Miután hitünket megvallottuk, énekeljük el a Szent vagy Uram énekeskönyv 61-es számú énekét, ő nem halt meg, csak alszik. Ő nem halt meg, csak alszik, fed anyja hűlén, de Jézus szava alszik. Új élet, új remény, Jelszolgám híven tűrtél, a föld éléten át. Most égi fényből főszél, mint győztes koronát. Mind balzsam és szív üdve, én tőlem, ami jön, még sápad elfeledve.
kedves ünneplő testvérek, jelenlevők, közösség! Mi is hisszük a szentek közösségét, azt, hogy az élők, itt a földön élők, és ha már elhunytak, a más világban élők, közösségben vagyunk egymással. Mert hiszen Isten az életnek az Ura, és a halál a bűn miatt jött a világba. Éppen ezért fontos számunkra, hogy mi lesz a vég, a végkifejlet, és ezt pedig Krisztus hozta el nekünk, aki meghalt és feltámadt, aki értünk halt meg, és értünk támadt fel. Ilyen lélekkel jöjjünk mindannyian ide, a temetőbe, ahol az elhunytak nyugszanak, és ahogy Jézus testét is sírba temették egykor, és harmadnapra feltámadt, ugyanúgy a temető megszentelt hely, hiszen az itt nyugvók az utolsó napon új életre támadnak. Addig is maradt számunkra az emlékezés, a jó példa el nem felejtése, szeretteinkről való megemlékezés, imádságainkban és a vigasztalás kérése számunkra, magunk számára, és az elhunytak hozzátartozói számára. A keresztény halálnak mi az értelme? Tehetjük fel a kérdést ebben a mai ünnepben. Pozitív értelme van. Azt mondja az apostol a Filippiekhez írt levélben, számomra ugyanis élni Krisztus, meghalni nyereség. Milyen nagy igazság ez. Az apostol, amíg él, Krisztussal él itt a földön, és őt hirdeti az embereknek, hogy meghalt és feltámadt, és amikor el kell mennie a világból, legyen az bármikor, az pedig az Úrral való találkozás. A második Timóteus levélben azt olvassuk még, igaz beszéd ez, ha vele együtt meghalunk, élni is fogunk vele együtt. Ez a keresztény halálnak, annak felfogásának az újdonsága. A halál előtte a végzetet jelentette, a véget, a bűn miatt, a megsemmisülést bizonyos értelemben. De a keresztségben már szentségileg, úgymond, meghaltunk Krisztussal. Ezt Jézus szerezte meg nekünk. Meghaltunk, hogy új életet éljünk. Igenis létezik újjászületés, de csak is ilyen módon, hogy az ember megszületik a halálra, ahogy a filozófus is mondja, egyre közelebb kerülünk a születésünkkel a halálhoz, de ez fordítva is igaz, hogy megszülettünk, és új életre születhetünk Krisztussal, és az örök élethez kerülhetünk közelebb ezáltal. Új életet élhetünk, mi, akik megkeresztelkedtünk. Akik kisgyermekkorban keresztelkedtek meg, azok ezt tudatosítsák magukban. Akik pedig felnőttként, ők talán még jobban át tudják élni azt, hogy milyen nagy ajándék, hogy meghalunk a bűnnek, és élünk az Istennek. Éppen ezért nagyon lényeges számunkra ez az ajándék, a halálnak az ajándéka, értelme ilyen módon, hogy most is, mi is mindannyian meghalhatunk a bűnnek. Igenis, a jót válasszuk. Aki a bűnt választja, az a halálnak a szolgája lesz. Mind a saját halálának, örök halálának, hiszen a pokol is létezik, a Szentírás erről többször is beszámol nekünk, de létezik az örök élet, amely már most elkezdődhet bennünk, ha a jót tesszük, és a rosszat pedig elvetjük. A gonoszt igenis legyőzhetjük, és a halált is. Milyen nagy feltámadás az, amikor például egy szenvedélybeteg megszabadul a betegségétől. Sokféle szenvedély létezik betegségként. Aki megszabadul, az úgy tűnik, hogy előtte meghalt, de feltámadt. A halálban nem ellenséget látunk így módon, hanem igenis azt látjuk,
hogy az élet legyőzte a halált. És ilyen módon a világosság győz a sötétség fölött. Nem a másik ember az ellenségünk, hanem a bűn, a rossz. És éppen ezért magunkban is, és körülöttünk is a jót kell erősíteni. És akkor már megtapasztalhatjuk a feltámadást, már most. A testi halál pedig befejezi a Krisztussal való meghalást. A keresztségben már egyszer meghaltunk. Meghaltunk a bűnnek, élünk az Istennek, már most. Megtapasztalhatjuk a feltámadást. De amikor a földi élet véget ér, akkor pedig, ha Krisztus kegyelmében halunk meg, ha benne bízva távozunk ebből a világból, akkor bizton reméljük, hogy véglegessé válik a kapcsolatunk Krisztussal. Az ő megváltása által együtt lehetünk ő vele. Ha vele együtt élünk, ha vele együtt meghalunk, akkor Krisztussal élhetünk az örökké valóságban is. Nincs erre hitelesebb tanú, mint a vértanúknak a hite. Egyházunkban a mai napon a minden szentekre gondolunk. Őket tiszteljük. Egy ilyen valaki volt, egy nagy tiszteletre méltó ember, antiókiai Szent Ignác, akit Antiókiából vittek püspökként Rómába, abban az időben hajóval, hogy kivégezzék. Hosszú volt az út, gondoljuk el az ő lelki állapotát, emberi számítás szerint. De Krisztus követeként, Krisztus tanítványaként leveleket írt a helyi egyházaknak. Volt rá ereje, hogy másokat buzdítson, és azt kérte, hogy ne akadályozzák meg az ő kivégzését. Annak örült volna, hogyha vadállatok nem futnak el előle, mert ilyen is előfordult az arénában, hanem azt akarta, hogy Krisztus akarata legyen, vele éljen és vele meghalljon. És ő mondta ezt, ő írta ezt, jobb nekem Jézus Krisztusért meghalni, mint uralkodni a föld határain. Őt keresem én, aki értünk halt meg, őt akarom, aki értünk föltámadt. Születés vár rám. Hagyjátok a tiszta fényt vennem. Oda eljutva leszek ember, mondja ő. És valóban ő Krisztussal élt, Krisztussal halt meg, és most is Krisztusnál él örökké. Mi is ezt az örömet tapasztaljuk meg, és ez a mai emlékünnep is segítsen minket abban, hogy éljünk Krisztusnak, halljunk meg a bűnnek, és majd egykor örömmel találkozhatunk az Úrral és szeretteinkkel is, akik ebben a hitben éltek, és így távoztak el ebből a világból. Így adjunk hálát, és kérjük Istent, hogy a keresztény halál értelmét jobban megértsük, hittel fogadjuk, és növekedjék ezen hitünk. Amen. A mai megemlékezésünk végén megköszönjük Istennek ezt a mai alkalmat, hogy együtt tudtunk imádkozni, énekelni, együtt hallgathattuk Isten igéjét, és valóban keresztény emberként a keresztény hitünk szerinti feltámadásba vetett hitet valljuk. Ez legyen a mi erősségünk, és ez legyen minden napunk irányítója, hogy valóban jobb uralkodni Krisztussal, mint a föld határain uralkodni, és valóban jó ővele élni, most és mindenkor. Hogy ez megvalósulhasson, kérjük Isten segítségét, és a mai ökumenikus imádságunk lezárásaként így fogadjátok Isten áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Áldás békesség, Istennek dicsőség. Erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.